Én azt gondolom, hogy a bizottságnak az anyaga megérkezett múlt héten, tudomásom szerint. Most kezdjük el a tanulmányozását a bizottsági kifogásoknak. Nyilván nekünk is vannak informális tudomásunk, ami azt jelenti, hogy a bizottságon belül is komoly szakmai viták voltak az egyes főigazgatóságok között, hogy van-e jogi kifogás, vagy nincs jogi kifogás. Speciális ügyről van szó, mert oktatási kérdés. Az oktatás ugye, az most ez tulajdonképpen egy üzleti tevékenység, és ezáltal a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozik, vagy például az oktatás egy olyan kivétel, amelyiknek van más aspektusa is. Én azt gondolom, hogy minden egyes mondatát, amit a bizottságnak jött, azt tanulmányozni fogjuk. A közösségi jogot be kell tartani, mert ez egy alap dolog, tehát nyilvánvalóan az uniós jog az egy kötelezettség, a szerződésekben vannak. Tehát az unión belüli térségre nézve, az természetesen fennáll az uniós jog. Tehát a közép-európai egyetemet illetően, aminek Budapest a székhelye? A egyetemnek úgy gondolom, hogy annak teljes mértékben rendezett a jogállása, és annak semmifajta probléma nincsen vele. Tehát azt jelenti, van akkreditációja a törvények értelmében, és alapvetően teljes nyugodtsággal tudom kijelenteni, hogy jogi értelemben teljesen rendezett jogi státusszal rendelkezik. A CEU, amelynek New Yorkban van a székhelye, illetve ott van bejegyezve, lehet egy kötelezettségszegési, uniós kötelezettségszegési eljárás tárgya vagy jogalanya? Hát én ezt azt gondolom, hogy nyilván alaposan meg fogom vizsgálni, ebben azért közel sem vagyok biztos. Tehát rendkívül bizonytalan vagy, de ez is a bizottság is rendkívül bizonytalan ebben, hiszen egy olyan új területről van szó, ami nincsen kipróbálva. Tehát, erre nincs precedens? Erre szerintem nincsen precedens. Így van. Tehát a mi álláspontunk szerint az uniós jognak a területi hatája az unió területére terjed ki. Tehát ez az én álláspontom, az uniós jognak a hatájának van egy területi hatája. Mindazonáltal természetesen, amit a bizottság ír, azt meg kell vizsgálni alaposan, hisz ott is ugye szakértők ültek, és ugye az ember felelős a mondataiért. Azt is említettem, hogy lehetnek olyan helyzetek, mikor 51-49% egy értelmezés, mint a bíróságoknál is, és hogy merre billeg az, mert hogy néz ki. Én azt, hogy az oktatás szabadsága sérülne, meg az alapjogi karta, én azt gondolom, ez a leggyengébb érv, mert az alapvetően mindig az alapjogi kartát akkor hozzák föl, amikor nincs más, kvázi szubszidiaritás jelleggel, és akkor jönnek a nagy elvek. De alapvetően a bizottságnak az érvelése azt nem úgy tűnik, hogy egy üzleti tevékenységnek tekinti az oktatást, ami azért kétséges, hogy ez így van-e vagy nincs. Minden ez esetre meg fogjuk vizsgálni, és azt gondolom, hogy az egy hónapon belül választ fogunk adni, de ma nem kötelezném le magamat. Biztos jogi álláspont, mert azért balgaság lenne, ez nekünk is azért szakértőkkel kell, a igazsági minisztérium szakértői bevonását kell végleges döntést hoznunk, és ezt követően fogom a miniszterelnök elé terjeszteni azt a legal opiniont, vagy jogi szakvéleményt, amit én úgy gondolom, hogy meg tudunk védeni, és amivel azt tudom mondani, hogy ez a mi jogi álláspontunk. Most azonban mi csak a tanulmányozás időszakában, hisz múlt hét napszáll nem is volt időnk arra, hogy érdemben elkezdjük a munkát, most indul a munka, nyilvánvalóan a miniszterelnök is mindenhol jelezte, hogy Magyarország minden érvet meghallgat, minden évre válaszolunk. Azt gondolom, az igazsági minisztérium elvárható, hogy a legnagyobb odafigyeléssel alakítsa ki jogi álláspontját. Én azért hangsúlyozni szeretném, hogy én jogász vagyok, és jogi álláspontot akarok mondani, nem érzelmekből kívánjuk meghozni a mi véleményünket, mert az érzelem az nem a joginak a világa, a jognak a precíznek kell lenni, és azt kell mondani, hogy a bizottság részlete jogos, vagy nem jogos. Számos esetben van az, amikor a bizottság tesz egy észrevételt, és mi azzal nem értünk egyet. Nem kell feltétlenül mindig mindennel egyet érteni, hisz a jogászok között is van természetesen szakmai vita, hogy mi azt mondjuk, hogy ez helyes vagy nem helyes.